Drahý spasiteľu, Pane Ježišu Kriste, toto je Tvoj deň. Aleluja. Tvoja je sláva, Tvoja je česť. A títo ľudia, ktorí budú vchádzať do tejto vody, každý jeden zdáva česť a slávu Tebe, ktorý si zomrel za nás, aby sme my žili. Zdal si sa slávy, aby sme my mohli zdediť tú Tvoju slávu. O, vďaka Ti, Pane Ježišu. Ďakujem Ti za každé jedno srdce, ktoré sa oblieklo do bieleho rúcha, ktoré dnes tu chce vyznať svoju vieru v Teba a chce povedať, že Teba miluje a Teba nasleduje. Ďakujem Ti, drahý nebeský Oče, že si takúto veľkú milosť nám učinil, že sa môžeme radovať v Tebe a že môžeme v Tebe plesať Bohu nášho spasenia. A ďakujem, že aj v 21. storočí, že ešte stále moc evanjelia môže byť hlásaná a mnohé srdcia môže byť dotknuté a mnohé srdcia môžu povedať áno na Tvoje volanie. Už 2000 rokov, Pane, zaznieva ten Tvoj hlas. Poď a nasleduj ma. Pane, hľa, tu sú tí, ktorí Teba chcú nasledovať aj v tomto 21. storočí. Nech Tebe vzíde zo všetkého sláva i čest na večné veky. Haleluja. Tvojmu svätému menu, Pán Ježiš Kristus. Amen. Amen. Tak prosím prvý. Milovaná naša sestra, Pánu Ježišovi. Slovensky hovoríš? Pýtam sa ťa týmto zástupom ľudí. Veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho syna a veríš v Neho ako svojho osobného záchrancu a spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Drága testvérem, akarsz tenni vallomást ezelőtt a sokaság előtt, hogy véget vetettél a múltnak, és elkezdtél egy újat az Úr Jézus Krisztusban. Akarod megvallani, hogy hiszel Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, és hiszel benne, mint a te személyes megváltódban. A hited vallomása alapján bemerítünk téged az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Pred Božím trónom na nebi, obhajcu mám aj trápení, ten veľkňaz lásky mám a dá, za mňa sa brat Pánu Ježišovi Kristovi. Pred týmto množstvom ľudí, ktorí tu stoja a sú svedkovia tvojho rozhodnutia, vyznávaš, že tvoja minulosť je už za tebou a že pred tebou je nová budúcnosť, ktorú ti Pán Ježiš vydobil v Kristu. Na základe vyznania tvojej viery teraz sa ťa pýtam, či veríš v Ježiša Krista ako Božieho syna a či veríš v Neho ako svojho osobného záchrancu, spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca, Syna
i Ducha Svätého. Amen. Keď diabol vnášam bez nádej, keď pripomínam mi môj hriech, pohliadnem tam, kde je môj kráľ, on s hriechom navždy skoncoval. Spasiteľ zomrel nevinný, ďakujšného sa vykúpil, spravodlivý Boh odpúšťa, na Krista hľadím. Náš milovaný brat Pánu Ježišovi stojíš pred zástupom ľudí, ktorí sú svedkami toho, že staré veci pominuli a hľa všetko je nové. Pýtam sa ťa pred nimi. Vyznávaš Pána Ježiša Krista ako Božieho syna a vyznávaš ho ako svojho osobného záchrancu a spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Hľa baránok ten vzkriesený, spravodlivosťou sa mi stal, ten, ktorý je ten nemenný, slávy a milosti je kráľ. Nezomriem, keď v ňom prebývam, svojou krvou ma vykúpil, v Kristovi žijem. Aby som jeho život žil. Milovaná naša sestra v Pánu Ježišovi Kristovi, pozri, tento zástup ľudí je svedkom toho, prečo si sa ty rozhodla. Rozhodla si sa celým srdcom nasledovať Pána Ježiša. Vyznala si svoje hriechy a všetko, čo minulo, je za tebou, a pre tebou je nový život Kristu Ježišovi. Pýtam sa ťa. Veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho syna? Veríš v neho ako svojho osobného záchrancu a spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milovaný náš brat Pánu Ježišovi Kristovi, zložil si bremeno svojich hriechov. Zložil si svoju minulosť a Pán Ježiš povedal, hľa, všetko činím nové. Pripravený si pre tieto nové veci? Na základe toho, čo si teraz vyznal, sa ťa pýtam. Veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho syna a veríš v neho ako svojho osobného záchrancu a spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Te voďome ešte i Milovaná sestrička naša Pánu Ježišovi Kristovi. Bol som pri tom, keď som videl, že starý život a spôsoby starého života končia v tvojom živote. Prijala si Pána Ježiša Krista do svojho srdca ako svojho osobného záchrancu. A Pán Ježiš činí všetko nové v tvojom živote. Vieš, čo je všetko? Všetko. Všetko je všetko. Odpovieš mi na otázku.
veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho syna, veríš v Neho ako svojho osobného záchrancu, na základe vyznania tvojej viery pred týmito mnohými svedkami, krstíme ťa v meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Hudba dohráva a všetko stíši sa a ja prichádzam priniesť niečo sná, čo pravú cenu má, čo by si mal rád. Viac ako pieseň ti dám, lebo to, čo žiadaš, nie je len pieseň sama. Ak niečo iné sa zdá, ty vieš, čo je pravda, ty vidíš, čo v srdci mám. Igen. Drágott testvérnőm, az Úr Jézus Krisztusban elég volt a tévejgés. Akarod Jézus Krisztus követni teljes szívedből, és mind örökre. Hiszel Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, és hiszel benne, mint a te személyes megváltódban. A hited vallomása alapján bemerítünk az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Túžim sa vrátiť do srdca chváli, kde si jedine ty, jedine ty. Nekonečný kráľ, nik nevysloví, čo ti patriť má. Milovaná naša sestra v Pánu Ježišovi Kristovi, Pán Ježiš Kristus zomrel, aby si ty žila. Pán Ježiš Kristus opustil svoju slávu, aby ťa mohol priviesť do svojej slávy. Aleluja. Staré veci pominuli, hľa, všetko je nové. Pýtam sa ťa, veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho syna a veríš Neho ako svojho osobného záchrancu, spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Aj keď slabý som, všetko to, čo mám, každý dých je tvoj. Túžim sa vrátiť do srdca chváli, kde si jediný. Odpusť mi, Pane, že... Naša milovaná sestra Pánu Ježišovi Kristovi, nadišiel tvoj veľký deň. Viem, že na tento deň a na túto chvíľu si veľmi očakávala. Chceš pri tejto príležitosti vyznať týmto ľuďom, ktorí tu stoja na brehu tejto rieky, že kto je pre teba Pán Ježiš Kristus? Vyznávaš, že On je svätý Boží syn, a vyznávaš, že to je tvoj osobný záchranca a spasiteľ? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Keď Boží syn nás navštívil a priniesol svoju lásku k nám,
Dobre. Milovaná sestra Pánu Ježišovi Kristovi, toto je veľký deň v tvojom živote. Veľký deň bol aj ten, keď Pán Ježiš Kristus zomieral na kríži, aby si ty a ja a my všetci mohli žiť. A tak sa ťa pýtam, pred mnohými svedkami, veríš v Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a veríš v Neho ako svojho osobného záchrancu a spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery pred mnohými svedkami krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Jedine láska dokáže zázrak dať slabým silu a života cieľ. Jedine Boh ťa prevedie v skúškach, tak poď za ním a skús, aký predivný a úžasný je Pán. Jedine láska dokáže zázrak dať slabým silu a života cieľ. Za ním a skús, aký predivný a úžasný je Pán. Tak poď za ním a skús, aký predivný a úžasný je Pán. Výzvu lámoj, minden telto kormak. Amen. Drágot, kedves testvérnőm, az Úr Jézus Krisztus bon. Kérdezlek téged, hiszel Jézus Krisztusban, mint Isten fiában? És hiszel benne, mint a te személyes megváltódba, aki megváltod a te bűneitől, és elkülönített a múltattól, és egy új jövőt elkészített? Hiszel benne? A te hited vallomására bemerítünk most az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Te vagy a legfőbb kincsem ebben az életben, hogy megismertelek azzal mindent megnyertem. Örök az élet és örök a nyár, ismerek már. Örök az élet és örök a nyár, nekem nem kell már. Milovaná sestrička naša, nadišiel ti veľký deň víťazstva a jedného vzácneho štartu do novej budúcnosti. Teraz, keď budeš vnorená do tejto vody, staré veci pominuli a hľa všetko je nové, tak sa ťa pýtam pred mnohými svedkami, veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a veríš v Neho ako svojho osobného záchrancu a spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Tak ako sa slniečko usmieva na nás, tak sa milosť Božia na teba usmieva. Pretože si dostala milosť u toho, ktorý má právo udeliť milosť. Máš milosť Pána Ježiša Krista. On ti odpustil tvoje hriechy, oddelil ťa od tvojej minulosti a dal ti novú budúcnosť Kristu Ježišovi, našom Pánovi. A tak na základe vyznania tvojej dôvery Pána, teraz sa ťa pýtam pred mnohými svedkami. Veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a veríš v Neho ako svojho osobného záchrancu, spasiteľa?
na základe vyznania Tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Nové, hovorí Pán Ježiš. Igen. Osmondja az Úr Jézus, ime mindent újjá teszek. Kész vagy arra újra, föl vagy készülve, előtted van az egész élet, és jó meggondoltad, hogy akarod az Úr Jézus Krisztus követni életed minden napján, és nem hagyod magad senkivel és senkitől eltántorítani. Boldog vagy, mert nyertél kegyelmet Isten szemébe. És annak alapján, amit itt megvallottál, kérdezlek tégedet. Hiszel Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, és hiszel benne, mint a te személyes megváltódban? A te hited vallomása alapján bemerítünk téged az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Várám a mennyet. Az Úr Jézus azt mondja, hogy én mindent újjá teszek. Kész vagy mindent, ami idáig volt, ami nem volt jó, ami nem volt Isten előtt kedves, ami szomorította az Urat, ami szomorította az embereket, és szomorította a saját testedet is. Akarod ezt mind a hullámsírba betemetni? És akarsz fölkelni ezekből a hullámokból, mint új ember, új természettel, krisztusi természettel, a te hited vallomása alapján, amit tettél ezelőtt a sok ember előtt. Most kérdezlek tégedet, hiszel Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, és hiszel benne, mint a te személyes megváltódban? A te hited vallomása alapján bemerítünk téged, az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Vár rám a mennyekbe, eddig, hogy elnyerjem, életem rátettem, futok a célig, semmi sem állít meg, itt által rád nézek, erőt adsz minden nap, hogy győzhessek, nagyobb a te. Akarod a... Drága testvérnőm, kérdezlek tégedet. Volt egy múlt, és van egy jövő. Most, mikor bemerítünk téged a hullámok sírjába, akkor a múltat eltemessük. És kimész ebből a vízből, mint új ember, krisztusi jellemmel, szeretettel, békességgel és félelmek nélkül. Ne félj! Így szól az Úr Jézus, mert én veled vagyok. Fogom a kezed, és vezetlek azon az úton, amelyen járnod kell. Ne tétovázz, ne nézz hátra, nézz előre a hited fejedelmére, és Jézus Krisztus veled lesz életed minden napján és minden helyen. Azért kérdezlek ezek előtt, az emberek előtt. Hiszel Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, és hiszel benne, mint a te személyes megváltódban? A te hited vallomása alapján most bemerítünk téged az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
milovaná naša sestra, Pánu Ježišovi Kristovi. Teraz, keď vstupuješ do vln tejto rieky Komárňanského Jordánu, pýtam sa ťa, vyznávaš pred týmito ľuďmi, pred zástupom týchto ľudí, ktorí tu stoja na brehu, že veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a veríš v Neho ako svojho osobného záchrancu a spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Kedves testvérnőm, az Úr Jézus Krisztusban, most ahogy beleléptél ezeknek a vizeknek hullámába, biztos tudatába vagy annak, hogy innen, mikor ki fogsz jönni, új emberré akarsz válni. Jézus Krisztus azt az ót, azt eltemette, mert bele vagyunk keresztelve az ő halálába, és úgy, ahogy ő nem maradt meg a halálba, és föltámadt az új életre, úgy ő vele együtt mostan föltámadunk az új életbe. Most eltemessük a rossz kedvűséget, a depressziókat, rossz érzelmeket, elhagyatottságot, elvetettséget, minden gonoszságot, amit az ördög ránk tyutymált, és most az Úr Jézus nevében fölállunk és fölkelünk az új életre. Kész vagy erre? Halleluja. Azért kérdezlek ezért a nagy sokaság előtt. Hiszel te Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, és hiszel benne, mint a te személyes megváltódban? A te hited vallomása alapján bemerítünk az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Kegyelmed egy bárka, igen, biztos bársa. Kegyelmed a szika, lábam nem inor. Kegyelmed nagy rejtély, ahogy felemeltél, bűnöm súlya elszáll, többé nem emél. Halleluja, halleluja, halleluja. Kegyelmed éneklem, halleluja, halleluja. Bol čas, sestra moja, keď si mala ten vnútorný pocit, že iní rozhodovali za teba. Ale teraz prišlo jedno veľké rozhodnutie v tvojom osobnom živote, v tvojom srdci. Rozhodla si sa, že chceš nasledovať Pána Ježiša a že to nie preto, že niekto iný chcel, ale preto, že to ty chceš. Že je to tvoje vyznanie, tvoje rozhodnutie a to, čo je za nami, to už teraz zabudni. To, čo bolo, pominulo. A hľa, je všetko nové. Pýtam sa ťa pred týmito mnohými svedkami. Veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a veríš v Neho ako o svojho osobného záchrancu a spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pozývaš, to nezvíš.
Drága testvérem, ez a te nagy napod. Döntöttél szívedbe, hogy akarod követni az Úr Jézus Krisztust. Szeresd őtet. Minden lépten, nyomon, mindent, amit teszel érte, tedd szeretettel. Mert ő mindent érted szeretettel tett. Nem kényszerből, nem azért, hogy muszáj volt. De ő szeretetből tette. És azért te is kövesd őtet szeretetből. Itt ezelőtt, a nagy sokaság előtt most megkérdezlek. Tegyél vallomást. Hiszel te Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, és hiszel benne, mint a te személyes megváltódban? A te hited vallomása alapján bemerítünk az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. A Cseba Jézus zavolám, Cseba szózák, naša milovaná sestra Pánu Ježišovi Kristovi. Vstupuješ do vln tejto rieky, aby si tu vyznala svoje vyznanie lásky k svojmu Pánovi a svojmu Spasiteľovi. Je to nádherná príležitosť, keď pred mnohými týmito svedkami môže zaznieť toto tvoje svedectvo. Pýtam sa ťa, veríš ty v Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a veríš v Neho ako svojho osobného záchrancu a Spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosťou ma chrániš, drága testvérnőm, az Úr Jézus Krisztus drága nevében. Az Úr Jézus azt mondta, hogy ime én mindent újjá teszek, de az ót el kell temetni. Mert az az ember, aki nem vált meg az ő múltjától, az elrontja az ő jövőjét. De mi azért jöttünk ennek a folyónak a sírjába, hullámjai közé, hogy vallomást tegyünk arról, hogy ami volt, elmúlt, és hogy mikor fölkelünk ebből a vízből, akkor krisztusi jellemmel, krisztusi élettel folytassuk tovább életünket. Az ő dicsőségére, sok emberek örömére, és a saját lelked üdvösségére. Most kérdezlek, ezelőtt a nagy sokaság előtt, hiszel te Jézus Krisztusban, mint Isten fiában? Hiszel benne, mint a te személyes megváltódban? A te hited vallomása alapján bemerítünk téged az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Thank you.
Drága testvérem, az Úr Jézus Krisztusban. Ez a te nagy napod. Eldöntötted, hogy már nem fog szolgálni a gonosznak, nem fogod életed leélni csak úgy, hanem amit élsz, akarsz élni az Úr Jézus dicsőségére, és akarsz élni arra, hogy sok lelkeket megments. Ne felejtsd el, ő bizonságot tett rólad, hogy szeret. Ott a kereszten, mikor kinyújtotta az ő kezét, akkor az nem a gyengeségnek a mutatványa volt, hanem az a mutatvány, hogy mennyire bennünket szeretett. Tudd meg, hogy az ő kinyújtott karjai az ő szeretetnek a jele, amely szeretetben mindig lépj előre. Ne nézz hátra, ne tétovázz, ne nézz hátra félelmeidbe. Azért, mert mind az, ami utánad van, elmúlt. És Jézus Krisztus egy újat készített a te életedbe, és most nézzél fel a hited fejedelmére Jézusra, és ő lesz a te vezéred, ő lesz a te tanácsadód, ő lesz a te őriződ, és szerető atyád, mind örökké. Most kérdezlek tégedet. Hiszel te Jézus Krisztusban, mint Isten fiában? És hiszel benne, mint a te személyes megváltódban? A te hited vallomása alapján bemerítünk téged az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Nosza áldjátok, nosza áldjátok, az Urat mind, akik szolgáltok, az ő házában. Emeljétek fel, kezeljétek el, és áldjátok, áldjátok őt. Nosza áldjátok. Sestra v Pánu Ježišovi Kristovi. Vstúpila si do vln tejto rieky Komárňanského Jordána, aby si spečatila svoju vieru v Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš povedal, staré veci pominuli a hľa všetko je nové. Keď vyjdeš von z tejto vody, musíš si uvedomiť to, čo bolo dnes hlásané, že si si obliekla Pána Ježiša Krista. Už nebuď nervózna, nebuď nepokojná, nebuď ustarostnená, všetky svoje starosti uhoď na Neho a ži život Kristov. Teraz, keď takto stojíš vo vlnách tejto rieky a tu sú mnohí svedkovia, ktorí sa dívajú a čakajú na tvoje svedectvo, pýtam sa ťa, veríš ty v Pána Ježiša Krista ako Božieho syna a veríš v Neho ako svojho osobného spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Môj Boh, vďaka tebe dýcham, pre teba tu som. Viem, lásko si ma získal, k sebe priviedol. Smutok je preč, s časím ma naplňaš, učíš ma láskou žiť. Tvoja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je, než najvyšší šíp, hlbšia je. Milovaný náš brat Pánu Ježišovi Kristovi, vstúpil si do hladiny tejto rieky, aby si tak, ako Pán Ježiš Kristus vyznal svoju lásku a vieru k svojmu Otcovi, tak ty vyznávaš svoju lásku a vieru k Pánu Ježišovi Kristovi. Lebo On za teba zomrel. Nebol nikto iný, kto by za teba bol zaplatil. A nebola cena daná,
ktorá by mohla byť prijatá od Boha, iba tá, ktorú vykonal Pán Ježiš Kristus. A on ťa vykúpil nie zlatom, ani striebrom, ani drahými kameňmi, ale ťa vykúpil svojou krvou. A tak sa ťa pýtam pred týmito mnohými svedkami. Vyznávaš Pána Ježiša Krista ako Božieho syna a vyznávaš ho ako svojho osobného záchrancu a spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Tvoja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je než najvyšší štít, hlbšia je než dno oceánu. Milovaná sestra Pánu Ježišovi Kristovi, toto je veľký deň tvojho života, keď pred mnohými svedkami vyznáš svoju lásku k svojmu Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Lebo on vyznal svoju lásku k nám aj k tebe, keď na kríži jeho rozostreté ruky a dlane hovorili o tom, ako nás veľmi miluje. Teraz odpovedáš na túto jeho lásku a chceš pečatiť svoju vieru tým, že do hlbín tejto rieky ponoríme to starého človeka a z tejto rieky vyjdeš von ako nový človek. Oblečie si Ježiša Krista, jeho charakter, jeho trpezlivosť, jeho lásku, jeho vernosť, jeho krotkosť, tichosť, zdržanlivosť. Aleluja. Vyznávaš pred týmito mnohými ľuďmi, že Ježiš Kristus je tvojim Pánom i Bohom. Aleluja. I Spasiteľom. Veríš v Neho ako Božieho Syna a veríš ako svojho osobného Spasiteľa. Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Všade tam, kde sú ľudia zvídení, v mene Ježiš, láske zjednotení. Práve tam Boh zasľúbil, že bude prítomný. Dnes viem, že náš Boh je na tomto mieste prítomný. Milovaný brat Pánu Ježišovi Kristovi, vstúpil si do vln tejto rieky, aby si v hlbinách tejto rieky vydal svedectvo, že si vnorený do smrti Kristovej, a keď staneš a vyjdeš von, vydáš svedectvo, že si stal spolu s Kristom do nového života, s novým charakterom, novou láskou, trpezlivosťou, vernosťou, tichosťou a krotkosťou. Pýtam sa ťa, pred mnohými tu svedkami, veríš ty v Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a veríš v Neho ako svojho osobného záchrancu a spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Privítajme Pána v tomto chráme, nech ho Božia sláva naplní. Svojmu Bohu spievame a hráme, pieseň spasených. Privítajme Pána v tomto chráme, nech ho Božia sláva naplní. Svojmu Bohu spievame a hráme, pieseň spasených.
Drága testvérem, az Úr Jézus Krisztusban. Az Úr Jézus azt mondta, hogy mindent újjá teszek. Az az ember, aki az ő múltját nem szabadul meg a múltjától, elrontja az ő jövőjét. De te úgy döntöttél el, drága testvérem, úgy döntötted el, hogy a múltat eltemeted. És fölkelsz, mikor kimész ebből a vízből, fölkelsz, és egy új életre kelsz, és krisztusi karakterrel, krisztusi jellemmel fogod élni tovább az életed. Tegyél róla bizonságot. Mert tudd meg, hogy most az Úr Jézus is tesz bizonságot rólad, hogy az ő gyermeke vagy. Ez soha azelőtt nem történt meg. Most történik az a pillanat, ami el van pecsételve, mikor bele vagy merítve a Krisztus halálába, hogy fölkelsz a krisztusi életre, és fogsz élni mind örökké Jézus Krisztus nevében. Azért kérdezlek tégedet, a nagy sokaság előtt. Hiszel te Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, és hiszel benne, mint a te személyes megváltódban? A te hited vallomása alapján bemerítünk téged az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Kedves testvérnőm, az Úr Jézus Krisztusban. Most, mikor beleléptél a víznek hullámaiba, és úgy döntöttél, hogy a múlt élettel végzel, és fölkelsz az új életre Jézus Krisztusban, megkérdezlek téged ezelőtt a sokaság előtt. Tegyél vallomást. Hiszel te Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, és hiszel benne, mint a te személyes megváltódban? A te hited vallomása alapján most bemerítünk az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Drága testvérem, az Úr Jézus Krisztus nevében. Egy csodálatos pillanat ez a te számodra, mikor vallomást akarsz tenni Jézus Krisztusról, mint Isten fiáról és személyes megváltódról. Ez egy csodálatos pillanat, vallomásnak a pillanata, mikor ezzel kifejezed, hogy milyen drága számodra az Úr Jézus Krisztus. Te megvallod Jézus Krisztust, és Jézus Krisztus megvall tégedet az Atya előtt, és az ő szent angyalai előtt. Tudatosítod ezt magaddal? És most, mikor bemerítünk tégedet, tudatában vagy, hogy a múltat eltemessük, és ezután a csík után nem szabad visszamenni. És mindent az Úr Jézus újjá teremt. Halleluja. Akarsz most vallomást tenni mindenki előtt, hogy Jézus Krisztus a te Urad, és a te megváltód.
akarod megvallani, hogy hiszel Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, és a te személyes megváltódban? A te hited vallomására most bemerítünk az Atya, Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Áldja drága testvérem, az Úr Jézus Krisztusban. Most ez egy olyan pillanat a te életedben, amely egy vastag csíkot húz a múltad után, és itt hagyod a folyónak a sírjába minden emléket a te bűneidre, minden álmatlan éjszakádat, minden, ami nyugtalanította a te lelkedet, és így szól az Úr Jézus, hogy imé mindent újjá teszek. Most akarsz ezelőtt a sok nagy sokaság előtt, akarsz tenni vallomást, hogy hiszel Jézus Krisztusban, mint Isten fiában és mint a te személyes megváltódban. És akarsz új jellemmel, új élettel, új hozzáállással kilépni ebből a vízből, és úgy folytatni életedet Jézus Krisztus dicsőségére, a te lelked megmentésére, és sok ember boldogságára. Akkor mostan bemerítünk téged az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Drága testvérem, ez a te nagy napod. Biztos tudatosítod, hogy ez a pillanat egy olyan szent pillanat, mikor figyel az egész menny, figyel az Atya, a Fiú, a Szentlélek, figyelnek az angyalok, és az van megírva, hogy egy bűnösnek a megtérésén nagyon nagy öröm van a mennyben. Tudod-e, hogy nagy öröm van most a mennyben? Hogy nagy örömöt okoztál mennyben. Hát ehhez illendően mostan eltemessük a múltat. Minden régit, mindent, ami Istent nem dicsőített, és neked nem volt jó, nem volt hasznodra. Mindent ott hagyunk a hullám sírjába, és most, mikor ki fogsz jönni ebből a vízből, akkor új jellemmel, új elhatározással, és új erővel nekiállsz az életnek. Nem fogsz szétovázni, nem fogsz hátralézni, nem fogsz félni, mert veled van a Isten, a te Urad, a te Istened, és soha nem hagy el. Most van egy nagy lehetőséged, hogy ezelőtt a nagy sokaság előtt tegyél vallomást. Hiszel te Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, és hiszel bennem, mint a te személyes megváltódban. A te hited vallomása alapján bemerítünk az Atya, a Fiú,
a Szentlélek nevében. Amen. Milovaná sestra v Pánu Ježišovi Kristovi, toto je tvoj veľký deň, keď sa radujú anjeli a nebeský Otec vidí, že keď poslal svojho syna Ježiša Krista, že nebolo to márne. Že našla sa ovečka, ktorá zaplakala, ktorá volala o pomoc a ten hlas prišiel až do uší jej pastiera Pána Ježiša Krista. A teraz je tá chvíľa, keď ty vydávaš svedectvo o tom, že dobré je spasenie v Pánu Ježišovi Kristovi. Že dobrá je jeho záchrana. Vyznaj pred týmito ľuďmi, pred týmto zástupom ľudí, či veríš v Pána Ježiša Krista ako Božieho syna a či veríš v Neho ako svojho osobného záchrancu a spasiteľa. Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Požehnané meno má Pán, požehnané meno má Pán, požehnané meno má Pán, najvyšší. Požehnané meno má Pán, požehnané meno má Pán, požehnané meno má Pán, najvyšší. Viem, že meno Pán sa v ňom môžem svým bezpečným žiť. Drago testvieremo zúr Jezus Kristus von. Ez egy nagy nap a te számodra. De nagy nap van a mennyben is, mert a angyalok örvendeznek egy bűnösnek a megtérésén. És én most kérdezlek tégedet. Most, mikor ezt a vallomást teszel, itt hagyod a te múltadat, itt hagyod a te régi koszos életedet, és fölöltözted magadra Jézus Krisztust, Istennek szent fiát, az ő jellemébe, az ő türelmébe, az ő szeretetébe, az ő hűségébe, és az ő jóságába. Akarsz vallomást tenni ezek előtt az emberek előtt, hogy Jézus Krisztus a te urad, a te megváltod. És akarod megvallani, hogy hiszel Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, és mint a te személyes megváltódban. A te hited vallomása alapján bemerítünk most tégedet. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Uram, te hozzád futok, élő vízre szomjazom, közelséged a mi jó énekem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy hívánlak téged. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, nastal veľký deň, milá sestra. Je to tvoj deň, pamätný deň. A pamätaj, že si teraz vyznala svoju lásku a vieru v Pána Ježiša Krista. On to nezabudne, ale ani ty to nezabudni. A podľa toho sa zariaď, že teraz, keď ťa vnoríme do hlbín tejto rieky, tak tvoja minulosť ostane tu. A keď staneš a vyjdeš von z vln tejto rieky,
vstúpiš do nového života, života, ktorý je v Kristu Ježišovi. A tak sa ťa pýtam pred mnohým týmto zástupom svedkov. Veríš Pána Ježiša Krista, že On je svätý Boží syn a veríš v Neho ako svojho osobného spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Vyvyšujem teba, Pane, nad týmto. Vyvyšujem teba, Pane, nad každým človekom. Vyvyšujem teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvyšujem teba, Pane, nad mojim životom. Vyvyšujem teba, Pane. Milovaný brat Pánu Ježišovi Kristovi, je to chvíľa, ktorú nikdy nezabudneš. Pretože si vyznal svoju vieru a lásku k tomu, ktorý vyznal lásku k tebe. Tam na kríži, keď mal vystreté svoje ruky a keď nie slabosť a nie klince ho tam držali, ale veľká láska k nám i k tebe. To bolo jeho vyznanie lásky k tebe. Teraz ty vyznávaš svoju lásku k svojmu Pánovi, svojmu Spasiteľovi a svojmu Bohu. A tak sa ťa pýtam pred týmto zástupom ľudí, či veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a veríš v Neho ako svojho osobného záchrancu, Spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Vyvyšujem tvoje meno nad každé meno. Vyvyšujem tvoje meno nad každé meno. Vyvyšujem tvoje meno nad každé meno. Meno Ježiš, vyvyšujem teba, Pane, nad týmto dňom. Pane, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvyšujem teba, Pane, nad svojím životom. Milovaný náš brat, Pánu Ježišovi Kristovi, nadišla chvíľa tvojho vyznania, keď vyznávaš svoju vieru, svojho Pána i svojho Boha, tvojho Spasiteľa Ježiša Krista. Je to radosná chvíľa. A je to radosná spomienka, ktorá nikdy z tvojho srdca nezmizne. Nikdy nezabudni, čo si sľúbil svojmu Pánovi. Že mu dávaš celé svoje srdce, lebo on tebe celé svoje srdce dal. A tak sa ťa pýtam pred zástupom týchto ľudí, či veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a veríš v Neho ako svojho osobného záchrancu a spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pieseň chvály spievať túžim, pieseň vďaky spievať, obeť chvály pred tvoj trón nesiem, pred tvojou tvárou. Budem ťa chváliť, celou svojou silou budem spievať. Ty si môj pevný hrad, keď som v trápení, keď hriech ma premáha, na tvojich stovách budem stáť. Milovaný brat Pánu Ježišovi Kristovi, je to chvíľa, keď sa lúčiš so svojím starým človekom. So všetkým tým, čomu si sa otvoril v minulosti. Čo nebolo dobré. Čo zotročovalo tvoj život. Čo ti spôsobilo to, že si nevedel spávať. Čo ti spôsobilo to, že si bol utrápený a mal si strach. Tak to hovorí Pán Ježiš. Všetko berem. Berem dole
ten kalich horkosti z tvojho života a dávam ti svoju milosť. Lebo moja milosť je lepšia ako víno a moja milosť je lepšia ako liek. V tejto chvíli pýtam sa ťa pred mnohým týmto zástupom. Veríš v Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a veríš v Neho ako svojho osobného záchrancu, spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pieseň chvály túžim, pieseň vďaky spievať chcem, obeť chvály pre tvoj trón nesiem, pred tvojou tvárou zaplesám. Budem ťa chváliť celou svojou silou, budem spievať. Milovaný náš brat Pánu Ježišovi Kristovi, vstúpil si do vln tejto rieky, aby si spečatil svoju vieru v Pána Ježiša Krista. Aby si urobil vyznanie, ktoré vypôsobí nové vyznanie, že Pán Ježiš Kristus ťa vyzná pred svojim nebeským Otcom. Lebo povedal, že kto ho vyzná, aj on vyzná. A tak teraz sa ťa pýtam pred týmto zástupom ľudí, keď robíš toto vyznanie, aby si vyznal, že či veríš Ježiša Krista ako Božieho Syna a či veríš v Neho ako svojho osobného záchrancu a spasiteľa. Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. A Ježíš, moje lásky zdroj, Ježíš, chcem byť navždy iba tvoj. Nesňal si z pliec veľké bahno vín, už pevne, pevný v tebe má a vyznává. Neušetrili sme prizvu. Sa ťa vzdať, hoď svet by zažil pád. Spasiteľ, si priateľ môj. Halleluja. Chváliť budem ťa, veď som už iba tvoj. Keď vás testvérnem az Úr Jézus Krisztus nevében, ez egy nagy nap a te életedben, azért, mert ez a lepecsételi azt, hogy Jézus, hiszel Jézus Krisztusban, és hiszel abba a műben, amit Jézus Krisztus elvégezett ott a Golgotán, a kereszten. Atya is meghallgassa a fiúnak a vallomását, mikor a fiú megvall tégedet az atya előtt és a szent angyalok előtt. Azért kérdeznek ezek előtt az emberek előtt. Tegyél vallomást. Hiszel te Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, és hiszel benne, mint a te személyes megváltódban? A te hited vallomása alapján bemerítünk téged az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Méltó a bárány, hogy vegyen dicsőséget, gondolatot áll. Méltó a bárány, hogy legyen dicsősége, hódolatot áldás és tisztessége. Szent az ő neve. Milovaný brat môj Pánu Ježišovi Kristovi, vstúpil si do hrobu vody, aby si pochoval celú svoju minulosť. Aby si tu pochoval všetky práva,
ktoré si akékoľvek robil diabol na teba. Tu vyznávaš svoju dôveru a lásku k Pánu Ježišovi a Pán Ježiš vyznáva svoju lásku k tebe. A tak sa ťa pýtam pred týmto zástupom ľudí. Daj vyznanie. Veríš ty v Pána Ježiša Krista ako Božieho syna a veríš v Neho ako svojho osobného záchrancu a spasiteľa? A veríš, že všetko to staré pominulo a že diabol už nemá na teba žiadného práva, žiadnej moci? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Zvelebený buď tam, kde prajme dom oliva, tam, kde rieky vždy hojné sú, zvelebený Pán. Zvelebený buď, aj keď v púšti sa nachádzam, aj keď kráčam sa v pustinách, zvelebený. Drago testvérem, az Úr Jézus Krisztusban. Ez egy csodálatos pillanat, mikor beleléptél ennek a folyónak a hullámjaiban, hogy itt eltemessed az óembert, és kimenj ebből a folyóból, mint új ember, krisztusi jellemmel, krisztusi szeretettel, türelemmel, jósággal és krisztusi hűséggel. Így szól az Úr Jézus. Ne félj, mert örök és hű szeretettel szeretlek téged, és soha nem hadlak el. Még ha anya elhadná az ön gyermekét, én nem hadlak el, mert drága vagy az én szemeimben. Ezelőtt a nagy sokaság előtt kérdezlek tégedet. Hiszel te Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, és hiszel te benne, mint a te személyes megváltódban? A te hited vallomása alapján bemerítünk az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Te vagy a királyom, téged adlak szívemben, te vagy minden. Kedves testvérem, az Úr Jézus Krisztusban. Ez egy nagy pillanat a te életedben, mikor bizonságot teszel arról, hogy Jézus Krisztus a te személyes megváltód, és az Úr Jézus Krisztus megváltott téged a te múltadból, megváltott a te bűneidtől, megváltott azoktól az ördögi jogoktól, amit ördög tartott magának. És most a hullám sírba eltemessük ezt a múltat, és Jézus Krisztussal egy újra kelünk. És azt mondja az Úr Jézus, ime én mindent újját teszek. Akarsz vallomást tenni ezelőtt a nagy sokaság előtt, testvérem, hogy Jézus Krisztus a te megváltód, hogy Jézus Krisztus az, aki megszerette neked az örök életet? Akkor megkérdezlek tégedet. Hiszel te Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, és hiszel bennem, mint a te személyes megváltódban? A te hited vallomása alapján bemerítünk az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Trónodnál leborulva dicsélek.
milovaný náš brat Pánu Ježišovi Kristovi. Je to veľká príležitosť, aby si dal vyznanie svojej viery, že miluješ Pána Ježiša Krista ako svojho osobného záchrancu a spasiteľa. Je to príležitosť na to, aby si pochoval tu, na tomto mieste, starý svoj život, staré svoje spôsoby, netrpezlivosť, hriechy, celú tvoju minulosť. To všetko príjme do hlbín tejto rieky. A keď vyjdeš von z tejto vody, chcem, aby si vedel, že vychádzaš s novým charakterom Ježiša Krista. Staré veci pominuli a hľa, všetko je nové. A tak sa ťa pýtam pred zástupom týchto ľudí. Veríš ty v Pána Ježiša Krista ako Božieho syna? Veríš v Neho ako svojho osobného záchrancu a spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Aj keď málo mám síl a cítim sa sám, keď padám do priekol, cestu nenakádzam, keď okol mňa hriech už rozkladá stan, aj keď nepriateľ zúri, ja nezaváham, svoju záchranu mám, hľadím na kríž, skoro zjav sa nám, skoro príde Ježiš, z mraku dvíhaš ma sám a zmývaš môj hriech, znovu cítim, že mám tvoju nádej aj smer. Slovenský, však? Áno, áno. Milovaný náš brat Pánu Ježišovi Kristovi, nadišla zvláštna chvíľa tvojho vyznania. Lebo teraz vyznávaš pred celým svetom, vyznávaš aj pred tým duchovným svetom, že Ježiš Kristus je tvojim pánom, tvojim spasiteľom i tvojim Bohom. Radujeme sa z toho. A tak to hovorí Pán Ježiš. Drahý si v mojich očiach, lebo som draho za teba platil. A to nie zlatom, ani striebrom, ani drahými kameňmi, ale som platil za teba svojim životom a svojou krvou. Nikdy sa ťa nevzdám. Aj keby sa matka vzdala svojho dieťaťa. Drahý si v mojich očiach. Pretože si urobil vyznanie o mne a ja dám vyznanie o tebe svojmu otcovi a pred jeho svätými anielmi. A tak sa ťa pýtam pred týmito mnohými svedkami. Veríš ty v Pána Ježiša Krista ako Božieho syna a veríš v Neho ako svojho osobného záchrancu a spasiteľa? Na základe vyznania tvojej viery krstíme ťa vo meno Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Svoje srdce dám pred tvoj trón, život dávam len tebe, Ježiš môj. Ešte prv, než vyjdeme z vody, ja verím, že Duch Svätý veľmi mocne pôsobil na vaše srdcia. A toto je ešte príležitosť. Nevieme, či o rok takýto čas bude takáto možnosť. Ale veríme, že áno. Ale teraz je príležitosť. Teraz je ten čas spasenia, teraz je ten čas, keď môžeš sám sa rozhodnúť a sám vydať svedectvo o tom, že ty veríš Pána Ježiša Krista ako Božieho syna. Chceš o tom vydať svedectvo. Ak je tu niekto taký, prosím, zodvihni svoju ruku na tomto mieste. Počkáme, kým si oblečieš biele rúcho. Buď požehnaná, sestra moja. Nech sa páči. Je tu ešte niekto ďalší? Je tam ešte niekto? Dobre. Tak prosím, aby ste išli s tou sestričkou, pomohli jej prezliezť ju. My počkáme. A keby ešte bol niekto taký, kto chce
vyznať svoju vieru v Pána Ježiša, tak choďte, prezlečte sa do bieleho rúcha a my počkáme ešte vo vode. En kérem azokat a testvéreket, akik itt vattok. Mostan egy nagy lehetőség van arra, hogy tegyetek bizonságot arról, hogy Jézus Krisztusat és személyes megváltótok, és hogy bizonságot tegyetek arról, hogy Jézus Krisztus Isten fia, és jött, hogy titeket is megváltson. Én kérve kélek, ha van itt valaki olyan, aki szeretne még bemerítkezni, van egy ilyen lehetőség, akkor emelje föl a kezét, és akkor adunk lehetőséget a bemerítkezésre. Van itt olyan valaki? Jó, köszönöm szépen. Akkor megvárjuk a bemerítkezendőt. Ty si pánom, ty si kráľom, o kráľom je Boh. Ty si kráľom, ty si pánom, o kráľom je Boh. Pozvihnime svoje srdcia a pozvihnime svoje dlane. Haleluja, postavme sa pred tvár kráľa a velebme ho. Pozvihnime svoje srdcia a pozvihnime svoje dlane. Postavme sa pred tvár kráľa. Kráľom, o kráľom je Boh. Így, drága testvérnőm, az Úr Jézus Krisztusban, így szól az Úr Jézus. Megszabadultál a gonosznak köteleiből, és a gonoszságnak szorításából kiszabadultál, mert kinyújtottam jogárdot feléd, és mindaz a gonoszság, ami szorította te életedet, az lejött a te életedről. Hirdetem neked a szabadulást, hirdetem neked a bűneid bocsánatát, és hirdetem, hogy Jézus Krisztus újat kezd a te életedbe. Hirdetem, hogy most, mikor beléptél ennek a folyónak sírjába, eltemeted itt a múltadat, és egy újat kezdesz el. Így szól az Úr Jézus. Íme én mindent újjá teszek. Ne félj, mert veled vagyok. Fogom a kezed, és tanácsommal tanácsollak téged. Védlek tégedet. És megyek előtted, mind a te vezetőd, és megyek utánad is, mind a te védő pajzsod. Ne nézelődj hátra félelmeidben, bízzál bennem, mert veled vagyok, ne félj! Az Úr Jézus nevében most teszel bizonságot ezek előtt, az emberek előtt, és kérdezlek tégedet, hiszel Jézus Krisztusban, aki megbocsájtotta minden bűnödet, mint Isten fiában. Hiszel benne, mint a te személyes megváltódban? A te hited vallomása alapján. Most bemerítünk téged az Atya, Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Halleluja. Íme minden újjá lett. Fogok imádkozni szlovákul, és te magyarul, jó? Nem meg, mert nagyon... Drága Úr Jézus Krisztus,
Szívünk mélyéből megköszönjük ezt az alkalmat. Drahý nebeský Otče, v mene Pána Ježíša Krista, celého srdca ti ďakujeme za túto príležitosť. Ďakujeme, že si nás zhromaždil na brehu tejto rieky a prišli sme, aby sme vydali vyznanie, že ty si náš Pán, ty si náš Boh, ty si za nás zomrel. Nikto za nás neplatil väčšiu cenu ako ty, drahý Pane Ježišu Kriste. A to nie zlato ani striebro si dal, ale si dal svoju krv a svoj život. O, vďaka ti, Pane, sláva ti, haleluja. Chceme ťa milovať, chceme ťa nasledovať a chceme ísť za tebou, tvojich šlapajách. Nech je zo všetkého chválené a ctené to drahé meno Ježiš. Amen. Amen.